mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit with shit. Don't forget your dreams, don't get you through this so-called life. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk a G2 terpés kalandjainkat itt Külhonban. Mátyás és Sebestyén kalandjai folytatódnak. Ma is kipróbálunk egy új melót, kicsit tovább ismerkedünk itt a dolgokkal, mert még azért sok mindent kell felfedezni. Akit érdekel ugyebár, és nem látta esetleg az előző részt, a G2-t Grand Roleplay szerről játszunk, ami egy külföldi szerver, tehát hogyha vannak körülöttünk mások, akkor kötelezően angolul kell beszélni. Ha érdekel titeket a szerő, ott van a link a leírásban. Egy kis angol tudás nyilván nem árt hozzá. Nagyon sokan vannak a szerveren most jelenleg, közel 700-an, 698-an, ahhoz képest elég stabil a cucc, de ezt majd láthatjátok is. Úgyhogy egy dolgot elfelejtettem megmutatni, tényleg most, amíg eszembe van, lehet a játékban konténereket nyitni. És legutóbb ezt azért nem mutattam meg, mert azt hittem, hogy ehhez rendes hát pénzzel kell fizetni, támogatni a szervert, de nem feltétlenül. Ha szeretnétek nyitni ilyen konténert, és rohadt jó animációja van, akkor hogyha játszotok a játékkal, igazából kaptok ilyen Grand Pointot is, ezt a lilát, meg hát nyilván ugye gyűjtötök pénzt. És hogyha szeretnétek ilyen extra autókat, meg ruhákat, meg miket nyitni, akkor például itt van ugye, hogy ingyen fizetőeszközért is tudtok nyitni már, hát viszonylag olcsón. Most megmutatok egy ilyen nagyon egyszerűt, hát ebben vannak ilyen, szóval a Supra, na kipörgettünk egy Suprát, nézzük meg egy 15 000-ért. Azért mondjuk az elég ritka, hát kaptam valami, ez nem tudom mire jó ez a hozzávaló, de ebből valamit lehet craftolni, elég sok minden van ezen a szerún, úgyhogy még sok mindent fel lehet fedezni. A Grand Coin tudtommal akkor jár, hogyha játszotok, meg küldiket csináltok és a többi, illetve ugye a point, az pedig talán fizetős. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de a lényeg, hogy nekem is van, és biztos, hogy nem kaptam, mert nem hiszem, hogy kaptam. Úgyhogy nyitunk? Úristen, ezt az M4-et ki kéne nyitni. Na figyelj, ki durran belőle? Nem, pénz durran. Oh, hagyjad már. Ezzel jobban lehet keresni, mint a munkákkal. 5000, eddig 30 000-et kerestünk. Megyünk új kocsit venni. Amúgy, megjött a kocsi, kaptam notification-t. Már, hogyha belemegyünk, hogy Mátyás Zsidakovics, ott van a Regina. Itt a Regina, úgyhogy tudjuk csapatni. Na, menjünk, keressük meg Sebestyét, valahol hol lehet, a horizonton. Nyilván vár ránk. Na, csapassuk. Kíváncsi leszek, hogy mit melózunk ma. Hi bro, what's up? Hello. Oh, hi, what's up? Are you alone? Not too much. Yeah. Oh, akkor szuper, akkor szia! Szia, Matyi! Képzeld, kaptam notification-t, megjött a Verda. Na. Hi! Simea leszállította? Így van, elhozta a szarét. Veszünk egy helyet. Tök mindegy melyiket, nem? Buy a space. Kiválasztjuk a Reginát, igen. Next, és... The number days of you want to... Ja, hogy hány napra szeretné? Elég lesz nekünk most egy nap. Mert naponként 5000 dócsi. Ugye a parkolóspot. Na. Itt is van. Oké. Okay. I've got it. Aha. Ja, itt van, gyere. Csű. Azért oda csapós a paripa. Várj, kiállok, hogy betudsz-e, hogy beülsz hátra, mint egy elnök. Szebb tudod elvinni, nincs hozzá kulcsod. Szerinted én akartam szállni? Pillanatnyi elmezavar. Látom. Beülök hátra, mint a góri. Na jó van. Na figyelj, nem akarjuk kicsit megpimpelni? Hát meg lehet. Hát szerintem biztosan. Tudsz itt valahol jó kis zé? Kaptam állami támogatást, vágod? Van 175 000-em. Amúgy honnan lett 175 000-ünk? Te nézd meg, egy ötöst itt is találtam. Aha, igen. A hajó hozott pár konténert. Konténeres téma. Kiégtem, vágod amúgy, meg itt melózgatunk. Szutykos 30-40 000-ért. Hát a konténerből meg egyből kipörög a Della. Majd amúgy leadhatunk Simonnál egy, vagy bárki, vagy a többi autókereskedés, meg kell nézni, hogy a különböző áruk vannak a különböző kereskedésekben. Itt milyen bolt van balra lent? Az egy bank? Nem, az valami engedélye, licences cucc. Ja nem, az egy, amit néztem, az egy bank. Figyelj, már itt egy fegyverbolt, megnézzük. I want to buy a gun. The big gun. Hát nem tudom. Na várjál. Az itt először, aki igazán nagyot üt. Ennyi.
Good day, sir, good day. Hey, what the hell is wrong with you? Nothing. I'm good, thanks. Na, hogy lehet itt venni? Show me what you have. Yeah. Aha! Nincs! Hát engedély nélkül ez gatya. Igen, unfortunately do not have a gun license, tehát sajnos nincsen fegyverengedélyünk. Ja, ezt nézem. Thanks a lot, goodbye! Na, menjünk. Hú, kiráz a hidegettől a helytől már. Túl sok. Basszus, de megijedtem. Ámok sok, nézd meg, tovább megy! Jól vagy, baszki? Hát szívem megfordultam a fejem. Basszus. Hol az unikum? Nem tudom, adjál már valamit inni. Hát a szívem kiúrik a helyrű. Azt a rotteget. Zsírúj Verda. Ja, a motor még jár, a hátulja kapott egyet. Mindjárt megnézem, hogy... Nézd már meg hátul. De figyelj már, nincs nálad egy bicska! Nem tudom kicsatolni magamat ebből a szarból. Nem baj, jó az... Milyen autót vettél? Hát az, ami ezt úgy hátba verték, érted? Gerincferdülés lett a Reginának. Hopp! Segítsek! Abba a műhelyben, szikszalaggal meg purhabbal. Szívfartust kapta, hogy vezetek te egy kúsban, azt... Trish! Na jó. Insurance. Mit insurance-el? Beindul az a szar? Nem tudom, már az előbb is itt macakolt, várjál. Hát nem úgy néz ki. Nem hallom, hogy jár a motor, annyira halk. Hey bro! Open your eyes, please, thanks. I am sorry. Nézd meg, ennyi bolondot errefelé, nem akar beindulni. Hát ez jó lesz így. Nem tudom eltolni. Na, életre kell, gyere! Hát ez kész. Na, kösd be magad, mert itt ez nagyon baleset veszélyes vidék. Ja, ez megint jön egy izé bombázó, az M7-esen nincsenek ilyenek. Na, vágod, nem tudok ennyivel menni. Na, mennyivel megy ez a szar? 80, 90, nem is tudunk gyorsan hajtani vele. Még ha akarnék se. Bro! Rajd, man! Te kint az állat! Na! Na, hát erről lemaradtunk. Busy. Nem baj, sorban állunk. Hát ez nagyon fullosan néz ki. Na, kerék! Stock. Na, vad lesz! Mondjad, hogy melyik tetszik. Én nem látom ám. Csak hát ez lelki szemeid előtt vannak. Úgyhogy rád bízom. De valami szép, nagy, húszszolos, küllős sodát csapjára. Jó, ez jó lesz. Bájesz. És ha izé lenne... Jó lesz az ilyen sötétnek, várjál! Midnight blue lenne, vagy purple a test, a felni az meg... Hú, ne zavarj össze! Szelon az nem kell. Headlight color. Hú, az nagyon drága. Stocky, turbo. Turbo, takok rá egy nagy csigát, jó? Okay. Azért ki kell húzatni a pályát, értem? De valami kell bele. Ez így jó lesz ez a szín, az ablaknak? Én még nem látom továbbra sem. Csak a végén fogom. De ízét tankolj bele V-Maxot. Kurov Transport. V-Max Premiumot, mert... Akkor már meghal. Hagy! És hagyjad, mert RGB-sen lehet állítani a szint, tehát hol láttunk mi már még ilyet egyáltalán? Hagyd, ez rendesen jól néz ki. Figyelj, fekete legyen és jól nézzen ki, vagy zöldet akarsz mindenféleképpen? Lehet fekete is. Kettes az mit tud? Az milyen szín? Az semmilyen, jó? Additional color. Metal, matt vagy sima standard? Chrome. Metal. Jó, metal.
Milyen színű alvázvilágítást szeretnél? Alvázvilágítást nem veszünk, az nagyon gáz. Az csak a gáz emberek használnak, nem tudtad. Baszki. Meg amúgy is elveszik a forgalmidat. Vagy legalábbis otthon így ment, hogy itt hogy megy, az meg kitérdekel. Na mondom, szint lehet neki állítani, turbót tettem bele, ablakot lehet, alul lehet fényezni. Igazából túl sok opció nincs, de amit lehet, azt nagyjából belepakoltuk. Ízét nem lehet, kereket nem lehet cserélni. De cseréltem, cseréltem. Én nem látom. Ja, most már látom. Na, jó na, lesz. Most az ablak is befrissült. Fényszóró. A Xenon. Ők lefulladtunk. Jó, hát akkor menjünk dolgozni. This is a yellow one. A halottas kocsi. Mehetünk is a templomhoz. Lehet szerinted hullákat oldani? A ravatalozóhoz. Nem tudom, nem hiszem. Megnézzük, hogy kell tankolni. Húzas ki. Várj, tankolom, megtankolom, legyen már tele többet ér. Ó! Oh. Ugyanállt, ugye rosszul hallott. Repair kit. Megtankoltam. Ugye a duda az nem az, amit hallottam. Hát rádudáltam a kutasra, hogy tolja tele. De nem mondod, hogy rendőr dudát tettél rá? Ja, de, azt Jézus, tettem. Jézus úristen. Mi vagy, te rendőr vagy? Hát... Szóljál, mert visszállok. Hát akkor itt maradsz, te bolond, szálljál vissza, na azonnal! Na! Csak hátraültem a helyemre. Azt döntsük el, mit akarunk dolgozni. Elől. Nézd meg! Mindjárt én itt megszakértem neked, hogy mit dolgozunk. Jaj, a jobs, my job. Electrician. Azt mondja... Megyünk villanyszerelőnek! Az most úgy látom egész jó. Ezt jobbjuk együtt. Nem tudom, lehet-e. Akkor menjen. Mehetünk. Hova kell ahhoz menni? Electrician. Na de várjál, el számlát is kell adni, vagy úgy megy, mint nálunk? Mi nem fogunk. Csak a kérik. Akkor is jobb olyan. Jobb a matek, hogyha nincs. Megjöttünk, itt fogunk már lehozni. Se kellett volna indulni. Ilyen jól megy itt a villanyszerelőknek, te? Oda néz. Told már odébb ezeket a szarokat. Hi, darling. Hello. I don't need moped, thank you. Jó, I don't need moped, yeah. Hello. It's a little huge. Tudom, hogy van-e ilyen kifejezés amúgy. Azt mondja, hogy work electrician, tehát ugye villanyszerelők leszünk. Ez is három szintes lesz, hogyha jól tudom. Price with deposit. Okay. No. So. We have to start here the work. Oda figyelj! Na várj, connect the wires. Mi ezek a izék? Drag the wires to connect them. Oh! Na nem mondod, és honnan tudom, hogy melyik hova kell? Ez így jó is. Megy már, mik ezek a minigame? Na ettől megyek amúgy a falnak, hogy nálunk magyar szerver miért nincs ilyen? Amúgy ha valaki tud, akár magyar szerút is, ami ennyire igényes, mondhatjuk így. Nyilván ennek is nem jó. Ja várjál, még nem is mindegy, hogy kötöm össze. Hát ki emlékezett arra, hogy ez... Aha, ja te amit jól összekötöttem, az úgy marad. Aha. Baszki, de jó. Tehát, hogy nem csak az van, hogy CP zombizol, hanem azért kapsz egy kis interakciót. This is really cool job, na? What do you think? It's so cool. Úgy tényleg tök jó. Na, nyomjuk ezt egy kicsit. Megnézzük mindjárt, mennyi pénzt kapunk egy összekötésért. Ezt nem figyeltem. Akár.
Hát nem hittem, hogy ma villanyt fogunk szerelni. Ugye sose tudjuk előre amúgy megtervezni, amúgy eredetileg, amikor még beléptünk, akkor azt néztük, hogy még a éppenséggel a favágó szakma adott sok lóvét. Na most meg ez patika lett egyből. Lehet, hogy van benne valami logika amúgy, de még nem jöttem rá. $50 kapok egy... Hát ez rendesen jól fizet. Ez nem volt jó. Hú, most nem tudom, hogy hova kötöttem, azt hiszem talán így. Na jó. Aha, és ezt 200-szor kell megcsinálni, hogy szintet lépek. Jó, hát akkor most nyomjuk egy picikét. Ha minden igaz, már csak egy panelt kell megjavítanom. Hát nagyjából egy óra alatt lezavarható ez a történet. Annyira nem vészes. Mondjuk egy picit melózósabb a sztori, mint elsőre gondoltam. Rosszul kötöttem össze, vagy... Ah, így jó. Oké. Okay. Oh! Received 10,000 cash! Oké. Okay. So, összesen 200 ilyen paneljavítást kellett megcsinálni, hogy most level 2-esek legyünk. Összesen kaptunk érte azt hiszem 10,000-et, meg most még 10,000 bónuszt, úgyhogy most van 180,000-ünk. Egész tűrhető. Sebessé meg kész van. Hi bro! Hi! Are you done? Yes, yes, I'm professional. Oh. Are you promoted too? So... what can we do at level 2? I don't have any drugs again. Again? Oh. Hát tényleg ma alapruhában vagyok. Planaroot. Windturbine. Oh! We will repair wind turbines. So excited, huh? Matyás, on your left. Yeah. Yellow I got circle. It. No, you don't. Yeah. Get. Ja, hogy ez! Oh shit! Oh! I got it. Okay. So. Bazil, hi! Okay, van tőled a vehicle. 200-ért? Okay. Oh. A nice, beautiful yellow. Oh, de nem is oda megyünk. Wait a minute. Ja, most downtown, wait a sec. I think we are alone, so... vágod? Most nekem be I kell... I have to go to Peloton. Menjünk át a Covix a CB rádióra, aztán addig legalább tudunk beszélni. Jó, van oksa. Vétel, rádió, hallasz? Vétel, fia Matyikám, dolgozol? Vagy. Dolgozok, bazeg. Beraktam az agyam, míg a fülest azt itt üvöltözöl velem. 200 méter és ott vagyok, hogy megjavítsam az elektromos panelt. Amúgy tényleg ez ilyen nagyon RPG-s kis RP. Nem kell senkivel se konfrontálni. Itt egy paraszt. Ja, nekem na, meg, jön meg utána kell. Megint ez a... Marcit megkövetik. Fülemüle. Oké, okay, megérkeztünk. Megérkeztünk a helyszínre. Oké, okay, el ne tűnjél nekem. Hülye vagy, hát itt ötöt kell összekötni. Na, a legjobb tax, amit kitaláltunk, hogy sorba kell összekötni, aztán így haladunk körbe. Egy már talált. Ötből egy. Jelentsük ezért mennyit fog fizetni. Most mindjárt mondom a rádióba neked. Mit mondasz? Most így nem lesz jó. Oké, ez lesz ide, ez meg ide. Kigyulladt a kaszinó! 400 dolcsi! Takarodj már, ebből 40-et kell megcsinálni. Ez rendesen jó. Kocsikázol. 9 kilométer! Hűha. Hát ennyit a rendesen jó volt. Jó napot, elment az áram. Azonnal a rendőrséggel szemben nézzélok kell majd menned elvinni a parkolóban. Na, hát akkor ez leesett. Az ajtó? A főnök nem fog örülni. Jaja. Ugyanott. Jó van. Hoppá. Te is tanultad a tovább. Lecsúszott, látod, szétment a zsanér. Villanyszerelő vagyok, nem autó. Így van. Kettő megvan legalább. Egy kósza rendőrautó az autópályán. Azokat is látni erre felé? No fele. Csak üres. Ja? Nem tudom, honnan, hol vannak benne. Nem, nem tudod, hogyha nincs hozzá ugye kulcsod. Oké. Okay. Ez meg is volna. Gyerek, meg nem tudom, hogy hol itt az ajtó. Ott lenne az ajtó az elején. Hol itt az ajtó, gyerekek? Jaj, kivittem.
De kajak nem tudom, hogy hol kell bejönni. Hát nincsen sehol se ajtó. De trótkerítésen sok nem fogok átmászni. Oké, okay. Basszus, olyan picike ez a point. Alig bírom megfogni. Még úgy közlekedik, mint az állat. Jaja, veretik neki. Kötelező lenne. Na? Négyből? Kettőt beadott. Akkor ez ez lesz, ez pedig ez. Amúgy háromból köböl így nagyjából ki is jön. Sebestyén, itt vagy a rádión? Hallasz? Mondjad, mondjad. Dolgozol? Hogy ne dolgoznék, itt vagyok a világ közepén, fönn a hegyen. Ó, megtaláltam az bajállatot. Hülye állat átvette a munkát itt, aztán itt a lóga felső vezeték, mint Romániába. Na figyelj, már most kaptam amúgy az értesítést, hogy megváltoztak a izék, a kifizetések. Olyan jól dolgoztunk. Megváltoztak a kifizetések. Hát ugye időközönként változnak a bérezések itt a városban. Mi az, hogy nem így volt a munkaszerződésemben? Hát ez az, most megnézzük. Most fölfele lesz... változott, vagy lefele változott? Nem tudom, nem néztem még meg, mindjárt lecsekkolom. Legfontosabb. Csak ilyen. Most, mert ugye eddig 400-at kaptam egy szerelésért, most szerelek éppen. Ezt akkor ide kötjük, ezt pedig ide. 200-at kapok csak, te hallod? Jézusom, nem 400-at. Hát ez akkor eddig tartott. Ezt itt ez... meg bekötöttem. Várjál, mindjárt megnézem. És lemed médiumra, vagy mi? Ló. Hát akkor nem csináljuk. Akkor ezek szerint amúgy nagy következtetések vannak, kibújt belőlem a matematikus, hogyha a salary low, akkor az, hogyha itt 200, akkor az average-ben lesz 300 egy szerelés, hogyha high, akkor pedig 400. Érted? Azt a rohadt teget. Nagyon megy neked a matek. Nagyon megy, nagyon megy. Úgyhogy figyelj, én azt mondom, hogy ennyi gagyi pénzért ne dolgozzunk. Menjünk vissza, azt találkozzunk a kocsinál. Hát hallod, tehát ez... Jó. Vételsebestyén hallasz? Hallak. Szuper. Mondjad. Most mondja itt nekem a munkáltató, hogyha elérnénk amúgy a hármas szintet, annyi lenne, hogy tudnánk felvenni újoncokat. Hasonló, mint a farmer munkánál. Szóval olyan nagy dologról nem maradunk le. Kaptam 1800 végkielégítést, úgyhogy ezzel beérem. Na, Getin. Ja. Háj. Meg kell javítani a verdát. De vegyünk már egy izét, license plate-et, itt van előttünk ez a GPS-en, látod a... Azt írta ki a műszerfal, hogy rendőröktől tudjuk elmehetleg elintézni a license plate-et. Hát akkor ez itt micsoda itt balra? Nem tudom, megnézzük. De kell, a benzinkúton szerintem lehet javítani, kell lőnünk. Itt menj be balra. Hi boss! Kurbaun. I want to buy a license plate. Oh! Fúha! Legyen ez. Oké. Okay. Okay, I bought it. And we have... Oh, it's cool. Let's go and repair it. Oh, and we have to buy insurance, maybe? For what? For car. It's a... On the at the police station. Azt mondja, hogy G. Transportation repair. Wait a minute, I just repairing this fantastic car. My little Regina, welcome back in the life. We have to find an officer. Hi everyone. Good day. What's up, how may I help? Have a nice day. We need a little help. Can you work and help? Yeah, I want to buy insurance for my car. If you want to buy insurance, you'd need to go all the way up to SAHP. What's that, Palito Bay? They can sell you insurance. Okay. Insurance is 10% of your car's value. So for example, if your car is worth, let's say, 200k, the insurance would be 20k. Okay, I understand it. Okay, thank you so much. All right. For your help. Enjoy your day. You too. Bye-bye. Have a nice day.
Can you hear me? Good day. Officers. I would like to buy an insurance for my brand new Regina. This is my first car, and Do you have a passport? Would you show it to me, please? Of course. Documentation. Show passport. Chrome doesn't look good on much vehicles, but it looks good on this one. I like it. So. For me, good. I also like the tires. Okay. Oh, thank you so much. Yeah, definitely. Have a great day. That's all. Take your seat. Yes. Oh. The sheriff fills the documents. Oh, bro. Oh. Be more careful, please. My bad. I know. Hát igen, van, egyszerű volt, az 3009 volt. Sima liba. Hát semmi. Hát ameddig szart nem ér az autó, addig a biztosítás lesz drága. Ennyi. Meg lett mondva. Jaj, leszakadnak a kezeim. Ez a villanyszerelés, ez egy nagyon, nagyon szar meló. Én ennyire ezt nem fogom többet csinálni, ne ragudjál, Matyikám, ez egy fos. Jó van, igazából őszinte leszek veled. Egy darabig élveztem, aztán azt a nehéz kulcsot ott emelgetni hallott, hát azt hittem, hogy megszakadok. Mit szólnál ahhoz, hogyha legközelebb vagy a tűzoltót, vagy te mondtad, hogy szimpatizálsz azzal a pénzszállítással, és csak félek, hogy kirabolnak. De attól függően, hát, hogy... félni kell, le kell szállítani a félelemből, nem lesz kenyér az asztalon, hello. Hát az is igaz. Attól függ, ki fél, én vagy más. És hogy kidé van a fegyver. Vagy street vendor, nem? Félme. Lehetünk buszsofőrök is amúgy. Na mindjárt nézelődök én is már valamit. Tracker! Hű, figyelj! Legközelebbre majd jobb. Kinézünk valami olyat, ami most már nem ilyen basic job, hanem valami komolyabb. Mondjuk a Lumberjacket még megnézném. A bányászt annyira nem akarok. De vannak itt rohadt jó melók. Majd valamit majd figyelj! Álmodjunk egyet rá, jó? Aztán legközelebb majd kitaláljuk, hogy mi legyen a matek. Na jó van. Legyen így. Hazaviszlek, legyen gyere így. Aztán. Hol laksz amúgy? Az utcán. A kocsiban akarsz aludni? A tetején. A tetején. Hát a csomidat látom, földobtad. Hát azért majd kihajtogatom oda izzőt, a habszivacsot, aztán jó lesz A habszivacsot aztán. Na jó van, döntsd hátra az ülést, az kicsit pihentesd a kezeidet. Na jó. Legyen így. De akkor fordulj el. De a pihenteti, ne csinálj semmit, csak ja! Na jó, srácok, ennyi lett volna ez a rész, hát kipróbáltuk ezt a melót is. Maga az, hogy ilyen quick time eventes, ez eszméletőt tetszik, ezt nagyon sok helyről hiányolom. Nem tudom miért nem használnak máshol ilyeneket, ezek a standard bunkák is sokkal élvezhetőbbek. Az látszik a szerveren, hogy sokkal inkább ez az arcade RP továbbra is. Ott van link a leírásban, hogyha érdekel titeket. Szerintem basic angollal is tök jól el lehet itt lenni, illetve továbbra is azt mondom, hogy lehet gyakorolgatni. Nem mindenkivel lehet tök jól interaktálni, de ki kell fogni az embereket, és akkor fullos tud lenni a cucc. Érdekes. Kicsit más, tényleg továbbra is úgy gondolom, mint ahogy ezt szoktunk. Ha tetszett nektek ez a rész, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és még nem tettetek volna, még iratkozzatok fel. Következő részben tényleg valami picit extrább melót szívesen megnéznék. És hogyha nektek is van hozzá kedvetek, akkor meg sebességnek is majd akkor nyomjuk. De szerintem lesz már amúgy fura, de hogy ilyen basic melókkal is tök jól el vagyunk, meg elszórakozunk. Úgyhogy tudom, amúgy lehetne már, van annyi pénzünk, hogy legyen menőbb verdánk, de nem kell, mert a szerephez ez szerep, hát nem kell túltolni, de hogy ez nem tudom, feelingesebb. Ilyen kocsival senki nem jár, egyedi. Nem látsz ilyet az utakon. Úgyhogy ennyi srácok, köszönöm, hogyha velünk tartottok.